Ennek az internetes felvételnek a szereplői éppen egy április 1-i tréfa áldozatai. A köztudatban bolondok napjaként elterjedt nap eredetének több története is van. A legelterjedtebb szerint 9. Károly francia uralkodó 1564-ben április 1-éről január 1-ére változtatta az új év napját. Viszont a tavaszi naphoz fűződő szokások megmaradtak, amelyen különböző vicces történetekkel és szituációkkal ugratták egymást. Vámos Gabriella néprajz kutató elmondta, a népi kultúrában is megjelentek ennek jellegzetes mozzanatai. Az évszázadok során elterjedt az a szokás hagyomány, ami ehhez a naphoz kapcsolódóan a bolondozással kapcsolatos, és itt ez alatt azt érthetjük, hogy a történelem során különböző társadalmi rétegek kivették ebből vagy hozzátették ehhez a naphoz, amit csak tudtak. Tehát például a népi kultúrában is megjelent az, hogy ugratták a felnőtteket és a gyerekeket. Például elküldték a gyerekeket a szomszédos tanyára, mondjuk szúnyogzsírért, vagy trombita húrért, és aztán mindenféle különböző tréfás ügyességpróbákat kellett a gyerekeknek is kiállnia. Az április 1-i ugratások a különböző sajtóorgánumokban is megjelentek. Különböző nyomtatott kiadványok elég hamar bekapcsolódtak ebbe a napba is, és megjelennek azok a források, amikor vicces üzeneteket kezdenek el küldeni egymásnak az emberek, és természetesen a televíziózás történetében is megjelent maga a nap, hiszen 1957. április 1 a BBC adott le a Panoráma című műsorában egy olyan adást, hogy Svájcban megkezdődött a spagetti szüret ideje. És ezt egy nagyon jól előkészített módszerrel a televíziónak az operatőre készítette ezt a felvétel Svájcban. Hozzátette, mivel hiteles műsorvezető olvasta be a hírt, az emberek nem kételkedtek abban, nem tudták, hogy csak átverésről van szó. Napjainkban április 1-ének csupán a tréfálkozás szerepe maradt fenn. Illetve egyes területeken az iskolai hagyományban ennek a napnak a jellegzetessége a fordított nap, amelyen a diákok a tanár szerepében tölthetik el a tanítási napjukat.